Üdvözletem mindenkinek, Necrocream vagyok, és hát jelentem, visszatértem. Szabadságomból Görögország, nagyon szépen ajánlom mindenkinek, sok ott az úzó meg a ciporó, na, és lehet buvárkodni is, az is számít. De most már, hogy kitisztult a fejem, hogy úgy mondjam, a lila ködből, jöjjön egy kis videó nektek, mégpedig arról, hogy azért mi várható az elkövetkezendő, mondjuk olyan fél évben, nagyjából hogyan szeretném alakítani a csatornámat, bár hát ez a javarész rajtatok fog múlni. A játékmenetről csak annyit, hogy nem tudom mikor játszottam már, Maverickkel játszottunk, és este volt, azt tudom, és... szóval este volt, és játszottunk, ennyi Domination van, amit láthatjátok. De nem is a játékmenet lesz a lényeg, pedig olyan állat voltam, amit látjátok, hallok sorra. Na jó, de ez csak az első két perc, úgyhogy várjátok ki a végét annak, aki csak a játék miatt nézi a videóimat, mert akkor várja ki. De addig elmondom azoknak, akik kíváncsiak gyönyörű hangomra, hogy mi várható abban ezekben a... az elkövetkező fél évben mit szeretnék én csinálni, ugye hát... elsősorban is megjelenik egy Ghost, és mivel hogy a csatornám többségben Call of Duty köré tevékenykedik, ezért úgy indítok, egy ilyen kis sorozatot fogok indítani, építeni a Call of Duty Ghost köré mellé. Nem akarom lelőni a pontos címet, de annyi lesz a lényeg, hogy egy olyasfajta COD akadémiát indítok, ami azért egyedülálló lesz a maga nevében, és azt hiszem pénzt kéne érte kérjek. De mind nektek most itt, csak ott, csak november 5-e után ingyen elérhető lesz, ha most megrendelitek a csatornámon. Szóval indítani fogok egy ilyen kis apró sorozatot, nem is ez az olyan apró, elég terjedelmes lesz, és nagyon komoly témát fogunk feldolgozni, illetve nem igazán láttam még gamereket ennyire komolyan majd Call of Duty-ról beszélni, illetve olyan dolgokat is beleszőni mindebbe a Call of Duty világba, ami talán nem annyira odavaló, de mégis odavaló valamelyest, úgyhogy mindenképpen egy elég komplex módon fogunk beszélni kódról. Kezdünk több profiktól, mindenkinek ajánlom, illetve várom majd a véleményeket. Nem lövöm le, miről lesz szó, lesz majd egy kis bevezető videó majd november 5-e után, amikor megjelenik a Code Ghost, de hogyha már megjelenik, akkor a köré építve ezt az egész műsortárat. Aztán további Call of Duty Ghostról természetesen lesz egy olyan, hogy akkor fejlődjünk együtt Call of Duty Ghostban mindenképpen, és nem tudom, hogy lesz még ez a squad mód, mennyire lesz olyan, mint az elképzelése szerint, de ha olyan lesz, hogy tényleg be lehet vetni a csapatodat egy másik csapat ellen, akkor ezzel kapcsolatban is szeretnék indítani egy kis versenyt, úgyhogy Call of Duty Ghost-tal kapcsolatban nagyjából ezek várhatóak, mint mondom, ez a kis sorozat, amit meséltem, hogy azért kevés gamer beszélt így erről, vagy talán senki nem, még talán az angolok között sem, mert azért jó párat nyomon követek, de lehet, hogy tévedek. Az mindenképp egy elég komplex téma lesz, elég hosszú és érdemes vele foglalkozni. Már igazából hát majd meglátjátok, de én azt hiszem, hogy megéri, mert egy olyan pontból vesszük a Call of Duty-t, hogy ne legyen unalmas. Már azoknak se, akiknek már kezd talán unalmas lenni, így aztán megpróbálom újra felhozni. Ez a squad mode, mint mondtam, Code Ghostban azért rohadtul érdekel engem, ez e köré mindenképp szeretnék egy műsort építeni, majd még ezt útközben ki fogom gondolni, hogy ugye van egy pár régi Call of Duty, többek között a Black Ops 2 is belép majd ebbe a stádiumban állom, nem mondom azt, hogy gyorsan elfelejtem a Call of Duty Black Ops 2-t, de azért valószínűleg elég gyorsan elfelejtem a Call of Duty Black Ops 2-t, mert attól függ persze, mennyire lesz jól a Code Ghost. Ha nagyon jól lesz a Code Ghost, akkor egyre kevesebb Black Ops 2-t fogtok látni, mert nem fogom sajnálni, ha meg kell szabaduljak ettől a játéktól. Na, de azért általánosan azt hiszem fogtok látni Call of Duty-kal. Sose szoktam úgy teljesen elhagyni a játékot, időnként mindig visszamegyek, és hát most már ugye készíthetek felvételeket bőven. Úgyhogy ha olyan kívánság adódik, hogy ti még erről vagy arról szeretnétek látni gameplayt, és ez itt most fontos számotokra, hogy szeretnétek erről arról a játékról látni gameplayt, akkor kérnetek kell, hogy legyen ez a gameplay, no de, és itt jön a kulcsfontosságú mondat, az egy dolog, hogy nekem van egy gameplayem, szeretném tudni, hogy miről is szeretnétek ti hallani az adott gameplayben.
Tehát teljesen mindegy, hogy 10 ember kér ugyanezt, vagy egy ember kér, valószínűleg csinálok egy videót, nem értne. És szeretném tudni, hogy ti mit akartok miről akartok hallani az adott videó alatt. Szóval, ha kértek játék, mert megkapjátok, valószínűleg, mert miért ne, erről szól az egész csatorna, értitek vagyunk, élünk, én és a menedzserem, és de akkor ti döntitek el, miről dumáljunk, miről legyen szó, és mely játékot szeretnétek látni. Szóval úgy mint most a közös lapnál, hogy meg lehet szavazni, mely játékot szeretnéd. Ha fölvetsz egy tényleg érdekes témát, egy valódi érdekes témát, amiről lehet tárgyalni, akkor a te játékodat fogjuk játszani abban a videóban. Legyen az tök mindegy, akármelyik kód, lesz Battlefield 4, lesz Crysis 3, Far Cry 3, bla 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 bla, amivel játszol, és nekem is megvan, azt fogom berakni. Ez így maradjon meg, de ahhoz neked egy olyan témát kell küldened Facebookon vagy itt YouTube-on, hogy ez tényleg érdekfeszítő legyen, hogy az érdekel nagyjából úgy mindenkit. Nos, röviden ennyit erről. Jöjjön egy kis további jövőkép a csatornáról az elkövetkezendő fél évben. Battlefield 4. Igen, meg fogom menni ezt a játékot, mert nekem tetszik a Battlefield. És tetszett mindig is, csak sosem volt elég erős gépem hozzá, de most már van, úgyhogy Battlefield 4-et meg fogom venni. Battlefield 3-ot valószínűleg kiugtatom a műsortárból, mint tudjátok, nem az enyém, hanem egy ismerősöm volt az akkont, úgyhogy az úgy elmegy majd, valószínűleg azzal nem fog tűnni játszani, de ha nagyon ragaszkodtok hozzá, akkor oké. De Battlefield 4 mindenképp lesz, és az a kapcsolatban tényleg azt tervezem, hogy mi lenne, hogyha ti tanítanátok engem, akik Battlefield-eztek. Már tapasztalatotok van, jó, nem mint hogyha én nem betőfüldeznék, ugye bár? Hello, Necrocrin, kicsit vagy hülye, semmi gáz. Szóval azért egy ilyen közös fejlődési úton elindul a Battlefield 4 karrierem. Tippeket tőletek kapnátok, fegyverekre, mindenre, amit ti szeretnétek, valami ilyesmi műsort szeretnék bekapcsolni. Számomra a Battlefield az a lazulós játék. Tehát a kódot komolyan veszem valami szinte, a Battlefield 4-ben lazulunk, és egy ilyen lazulós játékban, ahogy ti akarjátok, úgy tolom. Szóval, amit ti kigondoltok, az nekem teljesen jó lesz, és megpróbálok abban a játékban azokkal a fegyverekkel tolni. Teljesen minden milyen játék lesz a vége. Szóval nekem ott tényleg az a lazulós játék. Call of Duty Ghostbant tényleg azért oda teszünk komolyan egy elég komoly műsorral, és remélem nagyon fog nektek tetszeni, mert úgy nézem időről időre igény van ilyesmire, úgyhogy belevetem, megalkotom videó, eddigi videózásom alapvető művét, nagy művét, hogy így mondjam, és azt hiszem, hogy az, na, azt hiszem, hogy az elég jó lesz majd remélhetőleg. Nos, azért nagyjából így összefoglaltam, most kipihent vagyok, jó vagyok, nyaralás után jöhet az új sorozat, na de addig azt kell, hogy mondjam, srácok, hogy csak akkor lesz videó, hogyha ti külön erre kértek, valószínűleg nekrobat formájában a kérdésetek van, megválaszolom. Ha külön kértek valami speckó videót erről-arról, akkor azt összeg megcsinálom. Aki netán lemaradt volna bármilyen Code Ghost vagy Battlefield 4 hírről, látogasson el a Facebook csatornámra, kérlek, és nézen körül ott, mert ott vannak egy-két videók és alapvetőbb hírek, tehát mindenki apróságról én sem fogok videót csinálni, nincs értelme. Szóval, ha Code Ghost BF4 híre vagytok kérlek, most elég lapos a hírpiac, de a kicsit pár héttel ezelőtti hírekre vagytok kíváncsi, vagy a gameplay anyagokra, akkor ott van a Facebook csatornámon, aki netán nem lelte volna meg. YouTube-on, szóval Facebookon, a YouTube-on, ami elérhető vagyok, várom a kérdéseket, de csak akkor lesz videó, hogyha valamiről tényleg érdemes beszélni. Addig meg, hát hogy én mit fogok csinálni, mivel ugye hát gamer vagyok, ezért van egy-két játék, ami mostanában ott pihen a merevlemezemen, és azt szeretném már végre őket kijátszani. Szóval ez lesz nekem a program, én most kicsit visszatérek a játékhoz, kevesebb videó, de ha lesz valami fontos, érdekes téma, amiről ti szeretnétek hallani, akkor várom azokat az üzeneteket Facebookon, illetve YouTube-on, és akkor megválaszoljuk. Remélem tetszik a kis jövőbeli tervem, eléggé felcsigászalak titeket ezzel a Code Ghost-os műsorral, illetve a Battlefield 4-jel is, de ezek váratok a következő videóig. Sziasztok!